A háborúnak nincsenek és nem is lesznek nyertesei. Ezt mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth rádióban az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban. A miniszterelnök hozzátette, sokan akarnak békét Európában, de az amerikai befolyást nem hagy teret a békehangjának. Úgy fogalmazott... Ferenc pápa számít ránk a béke mi pedig egyértelműen és világosan kiállunk a béke mellett. Orbán Viktor kiemelte, bár a háborúnak feltehetően nem lesz vége az idén, a kormány próbálja fenntartani a családvédelmi intézkedéseket. Alig ha lesz ennek a háborúnak nyertese. A győzelemről vagy vereségről szóló nyugati elmérkedés valójában a háború hamis dilemmája, mondta péntek reggel a Kossuth Rádióban a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Moszkva beleütközik egy falba, mivel a NATO fegyverrel és pénzzel látja el Ukrajnát. Másrészt Oroszország 140 milliós ország és övék a világ legnagyobb atomfegyver arzenája. Ukrajna szenvedése az ott élő magyarok szenvedése is. A miniszterelnök kifejtette, a kormány követi az eseményeket, számon tartják a kárpátaljai magyar áldozatokat, azokat, akiket besoroztak. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ez a háború bizonyos köröknek óriási üzlet. Valakik csak azért, mert háborúban már óriási profitokhoz jutottak. Spekulánsok, arany. Aranybányája az ilyesmi. Csempészek aranybányája a háború. Szóval uh, rengeteg üzleti érdek kapcsolódik ide, és ne felejtsük, hogy vannak nagy uh, nyugati gazdasági érdekörök. Soros Györgyál ezek között is talán az első helyen, akik mindig is arról álmodoztak, hogy valahogy beteszik a lábukat Ukrajnába, aztán sikerült is, és hogy hozzájutnak Oroszország természeti erőforrásaihoz. A Szentagya Budapesti látogatásáról szólva a miniszterelnök azt mondta, nem emlékszik ilyen jókedvű három napra az elmúlt 30 évből. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az összes magyar belföldi vita, támadás, rossz indulat zárójelbe került, elvesztette a jelentőségét Ferenc pápa látogatásának idején. Annyiszor átvert már bennünket a bizottság. A kormányfő Annyiszor. beszélt az ukrán gabona import kérdéséről is. Azt mondta, ha a lengyelek nem kezdték volna el a bizottság elleni fellépést, akkor most is menne a gazdák tönkretétele. Most azonban a magyar gazdák is fellélegezhetnek. A bizottság nem volt mit tennie, meg kellett velünk állapodnia. Ez jól mutatja, hogy a közép-európaiak összefognak, mint ahogy ez a háború előtt volt, akkor elérjük a céljainkat Brüsszelben is. A rezsicsökkentésről és az energiárakról szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott, a háború előtt Magyarország 7 milliárd eurót fizetett az energiáért, míg tavaly már 17 milliárd eurót kellett. A kormány azonban még mindig képes a rezsicsökkentett árak fenntartására. A családoknak nem kell aggódniuk, nem szabadulnak el az árak, ők továbbra is védett, az átlagfogyasztásig fogyasztásig védett sávban maradnak majd. Ez a legjobb hír, amit ma a háború rossz híré mellett mondani tudok a családoknak. És arra is törekszünk, hogy a kis és középvállalkozások, akiknek a magas energiára vesztét okozhatja, is segítséget kapjanak. A miniszterelnök elárulta, hogy ma vagy holnap hozzák nyilvánosságra azt a kezdeményezést, miszerint a jövőben az uniós tagállamoknak ne legyen önálló külpolitikája. Mint mondta, a németek is ott állnak a terv mögött, Magyarországnak pedig megszűnne a külpolitikai mozgástere, ha ezt elfogadnák. Mi a nemzetek Európájában hiszünk? az egyetlen orvosság, hogyha megerősítjük a nemzeteket, nem csak Magyarországot, általában nemzeteket. Ez a nyugati kultúra alapja, ez a nyugati versenyerőny alapja, ezt tette nagyjá nyugatot a nemzetek, és ezeket akarják most a globalista erők, ezek részben nemzetközi politikai intézmények vezetőit és bürokratáit jelentik, részben globális gazdasági erők felszámolni. Orbán Viktor egyértelművé tette, készek arra, hogy megvívják a politikai küzdelmet a globális elit és a spekulánsok világával szemben.